Szervusztok, Peti vagyok, és az Avagroup média csatornát nézitek. Szervusztok! 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 Szervusztok, Peti vagyok, és az Avagroup média csatornát nézitek. A mai nap összeszereljük az új mosogatógépünket, amit éppen most szállított ki a Bosch, mint egy csere mosogatógép, mert az előző elromlott. Tehát, ha érdekel a téma, maradjatok velünk! Eddig annyi történt, hogy kicsomagoltuk a gépet, mint látható, kiválogattuk a német nyelvű használatokat a sok orosz meg egyéb nyelv közül, és kivettük a gépből a beszereléshez szükséges alkatrészeket, csavarokat, illetve már bedugtam a kábelt a gép hátuljába. Nagyon fontos, hogy ez a nagy méretű papírt, ez mindenféleképpen szükségetek lesz az összeszereléshez, mert ez egyben egy lyukfúró sablon is a mosogatógép elejéhez, hisz ez egy beépített eszköz, tehát itt egy fa lap, pontosabban forgáslap lesz előtte. A beszereléshez relatív kevés szerszámra van szükségünk, egyrészt szükségünk van egy csőfogóra, és egy fúrógépre, alias behajtóra, amivel majd a frontot rögzíteni fogjuk. Akkor hangot bekapcsoljuk. Melyiket kell megnyomnom? Ezt. Uh-huh. Egyszer, akkor folyamatosan világít, még egyszer, akkor átmegy ebbe a arra néz, amerre eddig, uh-huh. És hogyha viszont függőleges akarod, akkor négyszer kell megnyomni. 1, 2, 3, 4. Jó, akkor most légy szíves, esküdj meg, hogyha ebből az égvilágon semmit nem sikerül normálisan felvenni, akkor sem fogsz legyilkolni engem, mert... Nem foglak legyilkolni. És szeretni fogsz. Imádlak. Na, minden... de haladjunk. Mielőtt meglepődtök, a kamerát gyönyörű feleségem kezeli, úgyhogy legyetek vele elnézőek, hogyha valami nem sikerült teljesen úgy, ahogy eddig sikerült, tehát minden jobb lesz, mint eddig volt. Az első lépés az, hogy becipeljük a készüléket a konyhába. Egyedül csinálom, és ti is valószínűleg egyedül fogjátok csinálni, ezért ajánlom, hogy hagyjátok a gép alatt a hungarocelt, amin érkezik, mert a hungarocelen tolva nem fogjátok tönkretenni a padló burkolatot, a gépnek az alja fém, valamilyen vas lemezből van, és össze tudja karmolni a burkolatot. A következő az, hogy leemeljük a gépet a hungarocelről. Semmi baj. Most engem vesz. Szívem, úgy. Figyelem, hogy a gép alatti hungarocelben még vannak alkatrészek belepakolva. Mondjuk ez jól meggörbült. Ez jól tönkrement. A következő lépés az, hogy a mosogatógépet behelyezzük az ő számára fenntartott nyílásba. A konyha pultban 3 darab vezetékünk van, illetve csövünk. Az egyik a lefolyócső, a másik a friss víz cső. Ez a készülék itt a cső végén azt a célt szolgálja, hogyha a készülék nincsen áram alatt, akkor nem engedi, hogy a víz átfolyjon rajta, tehát nem tudod eláztatni a konyhádat.
Illetve a harmadik kábel, vagy hát vezető, az pedig a 220-as csatlakozó. Még én is minden munkamenet előtt ellenőrzöm a beépítési útmutatót, mert hisz mindannyian hibázhatunk. Abban az esetben, hogyha a mosogatógép két szekrény korpusz közé lesz beépítve, akkor jön a mosogatóképpel kettő darab ilyen távtartó, amit a mosogatógép oldalán található lyukba kell elhelyezni. Amikor betoljuk a készüléket, figyeljünk arra, hogy ezek a vezetékek lehetőleg ne törjenek meg, és ugye lehetőleg elég hosszúak ahhoz, hogy egyből át kell vezetni a vezetékeket innen a mosogatógép helyéről, a mosogató alá, ahol majd bekötjük őket. Az előbb beszéltünk erről a csavarról, ennek a csavarnak az a lényege, hogy ez egy távtartó a bútor korpusz és a mosogatógép között, tehát hogyha elcsavarom a csavart, akkor egyre mélyebbre kerül. A következő a mosogatógép magasságának a beállítása. Elől ezeket a fehér lábakat tudjuk tekerni, hogy az első magasságát beállítjuk. Hátul pedig hátul van egy lába, ami ehhez a csavarhoz van hozzákötve, és hogyha ezt a csavart óramutató járásával megegyező irányba tekerjük, akkor fölfele fog mozogni a mosogatógép háta, ellenkező irányba pedig lefele. A feladat az, hogy az a felső fehér gumi ajak elérje a pultnak az alját. Mutatok nektek egy trükköt, mivel a csavarral megemelni a mosógépet szinte lehetetlen, ezért érdemes alárakni valamilyen alátétet, olyan vastagságban, amilyen magasra szeretnétek emelni a mosogatógépet, és akkor hozzáállítjátok a lábát. Az első lábak be vannak állítva, és itt láthatjátok ezen az élen, hogy alul a mosogatógép kijebb van, mint fölül. Ez azért van, mert most a mosogatógép hátra bukott, míg a hátsó lábat nem állítottuk be. Ezért most beállítjuk a hátsó lábat is, ahogy, hogy ez az él párhuzamos legyen itt. És most, miután a lábak be vannak állítva, még egyszer beljebb toljuk a mosogatógépet. Mint ahogy azt mondtam, ez a darab papír egyben, mint egy sablon is működik. Ezzel fogjuk kimérni, hogy hova kerülnek a lukak a bútor előlapon. Felütköztetjük a papírsablonunkat az első panel aljához, és egy tollal bejelöljük, hogy hol van a mellette lévő ajtólap felső sarka. Ne lepődjetek meg, ugye nekünk már volt egy mosogatógépünk, azért vannak rajta az alkatrészek, amiket most kéne, hogy felszereljünk, viszont most ellenőrizzük, hogy az új mosogatógépnek a méretei ugyanaz a Bosch márka, egyeznek-e a régi Bosch mosogatógépével. Ehhez úgy helyezzük a papírsablonunkat a bútor frontra, hogy a tollvonásunk színeljen a bútor front felső élével. Jelen esetben
nagy mákon van, hogy minden luk ugyanott van ezen a mosogatógépen is, mint az előzőn. Amennyiben ti egy új mosogatógépet készültök beszerelni, akkor leragasszátok cellux-szal a fúró sablont a bútoráljára, és összesen 6 lukat kell fúrnotok. Itt, itt, itt 2-t, és itt 2-t. Még egyszer, ez most nem volt jó. Szívem, nem kell annyira közelről. Tehát, hogyha, nézd, ha ennyit veszel föl belőle, már akkor is látszik, nem kell annyira közel menni, jó? Jó, csak tudod, amikor egyszer valaki mondta, hogy ezek a szellős videókban mi a hiba, az volt a hiba, hogy nem látta pontosan, hogy mire mutat az ember, ezért megyek oda a szárba. Jó. Hogy lássák. De és próbálj meg. Én vagyok az operatőr. Jó, jó, jó. Próbálj meg kicsit lassabban mozogni, én meg a rendező. Melyik a csapla, csacsi? A rendező. Egészen pontosan a producer, de az is én vagyok. Beszélek a szakszervezettel. Jó. Ezt majd benne hagyjuk. Ha a lukakat kifúrtátok, akkor az alul fúrt 2-2 lukba bele kell csavarozni ezt a T alakú fém lemezkét, ami azt a célt szolgálja, hogy ezen fog fülülni a bútor front a mosogató gép elején. Ha a T alakú fémeket fölcsavartátok, akkor jár a mosogató géphez 2 darab ilyen öntapadós tépőzár, amit föl tudtok ragasztani a bútor frontra, annak érdekében, hogy könnyebb legyen majd fölszerelni. Bútor frontunk ugye az ajtó felső éléig fog érni, viszont itt az ajtó felső éle és a mosogatógép előoldali panelje között van egy rés, amit ezzel a rozsdamentes léccel fogunk letakarni, amit simán ide az előlapi panel aljába kell beszúrni. A következő lépés ez a zaj- és vízvédő gumipanel felragasztása. Ehhez először is ezeket a kis füleket le kell róla ólóval vágni. De Nextrasrit... Bocsáss meg, mire az egész magyar, mert elfejtettem bekapcsolni a videót. Az nagyon jó, mert levágtam már. Hát akkor vágd a másikat. És akkor a némettel mit vágok le? Most veszem, bocsánat. Egy feladatod van, szívem. Nyugodtan rám foghatod. Tehát. Jó. Köszi, hogy nem versz, hogy... Forog? Igen. Nagyon szeretlek, miért bennének vagyom? Imádlak, szerelmes vagyok beléd. Fölvettük? Igen. Jó. Majd néhányszor visszajátszhatod magadnak. A következő lépés ez a víz- és zajvédő gumi szőnyegszerű cucc főragasztása a gép elejére, de ahhoz előbb le kell vágni ezeket a kis füleket, amik szerintem a gyártás technológiából maradtak vissza. De Nextrasrit... Majd ide kell nézned, vagy oda, inkább ide, meg erre, meg rám. Jó? De te is mondjad, hogyha szeretnél valamit máshogy. Mondjuk úgy, hogy neki ilyen térdelni, tudom. Also, magyarul. A ragasztáshoz lehúzzuk a kétoldalas ragasztószalagot a gumilapról, és úgy fogjuk pozícionálni a gumilapot, hogy a front tartó fül pontosan ki van vágva a gumilapból, így kell majd fölragasztani. Most beakasztjuk
ezeket a tartó füleket ide az ajtón lévő nyílásokba. Most, hogy ugye a két nyelv benne van a két nyílásba, le tudjuk húzni a tépőzáról a két oldali ragasztót. Voilà! De nagy poén lett volna, hogyha utána izé pofillesd. Igen, az nagyon poén lett volna, tetszett volna neked, igaz? Nagyon. Kisköcsög. Az. Szója mehet. Kamera forog? Igen, de sárítottam. Fények, hang, csend, csapó! Azt tudod, hogy miért volt a csapó amúgy? Nem. Azért, mert a régi kamerák nem vettek föl hangot, ezért a hangot, amit külön vettek föl külön géppel, meg a képet, a csapónak a csattanását szinkronizálták a képben, ahogy a csapó összetált, úgy tolták össze a képet a hanggal. Na, ezt is jó tudni. A következő lépés az, hogy a bútor frontját csavarral is rögzítsük a mosogatógépnek az aljára, ehhez először is ki kell csavarni két csavart. A következő lépés, hogy beigazítjuk a mosogatógépet jobbra-balra, pontosan a nyílás közepére, úgy, hogy most már rajta van a bútor front. A következő lépés az, hogy rögzítjük a mosogatógépet a bútorhoz. Ehhez kivesszük a mosogatógép legfelső fiókját, és a legfelső fiók mellett található kettő darab lyuk, amin keresztül hozzá tudjuk csavarozni a mosogatógépet a bútor falához. Mivel mi ezt a konyhát csak béreljük, ezért nincs meg a bútornak a szoknyája, szoklia. Ezért nem tudom nektek megmutatni, hogy hogy kell azt beszerelni, de a beszerelési útmutató alapján ezzel a két fém alkatrésszel ti is nagyon könnyen be tudjátok ezt szerelni magatok. Nem maradt más hátra, mint hogy csatlakoztassuk a csöveket, és beüzemeljük a gépet. Először a lefolyót kötjük be. Is. A következő, a áramot kihúzzuk, a következő az a friss víz bekötése. Ez a piros cucc nem dugó, hanem szűrő, úgyhogy nem vesszük ki. Ezt a csavart lehetőségek szerint jó erősen meg kell húzni. Bedugjuk a készüléket a 220-ba, és megnyitjuk a vizet. A készüléket bekötöttük, és most beüzemeljük. Ha bedugtátok a 220-ba a gépet, akkor ez a kép fog titeket fogadni. Azt hiszem, kezdjük egyből azzal, hogy átállítsuk a nyelvet. Igazából azt kell észrevenni, hogy itt van egy mínusz, egy plusz, egy balra nyíl és egy jobbra nyíl. A jobbra nyíllal
lapozunk addig, ameddig a nyelvhez nem érünk, ami jelenleg ugye a német, mivel Németországban vásárolt gépről van szó, és addig lapozunk, amíg el nem érünk a magyar nyelvhez. Beállítást azonnal elmenti, tehát nem kell leokézni. Visszamegyünk az első oldalhoz, ami a pontos idő beállítása. Itt a plusz és a mínusz megnyomásával tudjuk az órát beállítani a pontos időre. A következő az, hogy 24 vagy 12 órás módban mutassa a gép az időt. A következő a pontos időkijelzés. Itt azt volt beállítani, hogy a program lejártát pontos idővel vagy órában mutassa. Tehát azt írja, hogy délután 4-kor van vége a programnak ebben a beállításban, azt írja, hogy még 2 óra van hátra. A következő a nyelv, már volt. A vízkeménységet tudjátok beállítani, hogyha ismeritek az otthoni vízkeménységet. Azt lehet beállítani, hogy az öblítőszer adagolása milyen erőteljes legyen. Ugye itt több fokozat van. Minél magasabbra állítjátok az öblítőszert, annál többet ad hozzá, annál jobban is fogy ugyanakkor. Az érzékelő beállításnál van egy úgynevezett szenny érzékelő, és annak a finom érzékenységét lehet beállítani, minél érzékenyebb, annál hosszabb lesz egy mosogató program. Extra szárítás ki lehet vagy be lehet kapcsolni, ilyenkor a gép még tovább szárítja, az üveg és műanyag edényeknél van ennek értelme. Ki lehet választani azt, hogy hideg vagy meleg vizet kap a gép, nálunk hideg vizet. Az ECO előrejelzést lehet ki- és beállítani, ilyenkor a gép mosás közben írni fogja, hogy mennyi áramot és vizet használ föl. Ki be lehet állítani, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki a gép szülék automatikusan mosás után. Be lehet állítani azt, hogy mi legyen a kezdő program, vagy ECO, vagy az utolsó program, amit használtunk. Be lehet állítani a jelzés hangerőt, a gombok hangerejét és a wifi-t, erre mindjárt visszatérünk, a készüléket lehet telefonról kezelni, pontosabban információkat kérni tőle. Be lehet kapcsolni még, hogy legyen üdvözlőképernyő, ilyenkor egy Bosch logó jelenik meg bekapcsoláskor, illetve vissza lehet állítani a gyári beállításokat. Tehát be tudjuk kapcsolni a wifi-t, és a következő lépésben pedig be lehet állítani, hogy automatikusan vagy manuálisan szeretnénk beállítani a hálózatot. Ha automatikusan akarjuk beállítani a hálózatot, az az kell, hogy olyan routeretek legyen, amin van VPS gomb, vagy különben a mínusz gomb segítségével be lehet állítani manuálisan. Ilyenkor a mosogatógép elkezd adni egy SSI, egy Wi-Fi hálózatot, amihez a telefonotokkal csatlakozni kell, és onnan tudtok tovább lépni. Tehát azt tudni kell, hogy ez le kell tölteni a Bosch-nak a Home Connect programját a telefonotokra előbb. A beállításokból pedig az információs gomb 3 másodpercig való nyomásával lehet kilépni, illetve miután fut a készülék, ugyanúgy az információs gombot kell megnyomni 3 másodpercig, hogy be tudjatok lépni a beállításokba. Nos, ez volt a mai videó mára. Ha tetszett a videó, nyomjátok meg a like gombot. Ha nem tetszett, akkor írjátok meg kommentben, hogy mit csináljunk a legközelebb másképp. Ne feledkezzetek meg feliratkozni a csatornánkra, hogy értesüljetek a legújabb videókról, és mindenképpen osszátok meg ezt a videót Facebookon, Twitteren, vagy ahol szeretnétek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Írjátok meg kommentbe, hogy mit csináljunk a jövőben másképp. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára, hogy értesüljetek a legújabb videókról.
Újra. Mi most vesszük? Mi? Már vesszük? Vesszük, de hát még, majd én ezt még megvágom. Nos, ez volt. Az én vagyok. Nos, ez volt. Nos, ez volt. Most milyen jó lenne, hogyha én itt utánoználak, ez tök vicces lenne, nem? Nos. És közben, he-he-he, ez volt. És közben hülye pofákat vágnék. Csak hogy hívek maradjunk önmagamhoz. Nem? Jó. Majd akkor csinálunk egy Erna jó pofű csatornát. Szerintem egy hónap alatt leköröznél. Vicces, na. Én mérek rá egész napom. Na, így van. Drága az órabérem. Szedd össze magad. Órabéred is van. Hát ez jó. Minimum egy csám lesz, baszki. Jó van. Nos, ez volt. Mai videóbára. Mi van? Kiestem a szerepből. Sminkes, víz! Törlés! Törlés! Művésznők, kezdhetünk? Igen. Várj, át kell azonosulnom. Nos, ez volt. A mai videó mára. Ha tetszett. Nyomjatok egy like gombot. Ha nem tetszett. Írjátok meg kommentbe, mit csinálj ma Péter a jövőben másképp. De mert... Jó volt, jó volt. Jó volt, még egyszer. És mindenképpen? Osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, barátaitokkal, sőt, az a legjobb ellenségeitekkel is. Facebookon? Twitteren vagy bárhol. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Most te maradtál le. De ez így tökéletes. Jó.